fordítom esetleg a gépet magamra. Hihetetlen finoman tud kecsegni. Nagyon finoman megy, ugye? Nem is gondoltam volna. Erezd meg és fütyülj egyet vele. Erezd meg. Jó, de tesszük. Nem. Azt kell megtudnom, hol lehet megfogni. Döcög az úthenger, döcög az úthenger. Várjál, mert kormányoznom kell. Jó, nem egy terepjáró alkat. Na most vissza. Befordulunk a sarkot. Ne legyünk elő. Elő, ez csak egy irány. Úgy látszik. Milyen sokáig megy ez a spiritus kockával. A víz a lényeg. Ez egy ilyen jófajta spiritus kocka, mert ez bali drága volt. De ez jófajta. Tényleg jó. Van még itt. Hoppá. Ugye nem megy át mindenem. Mert csak egy kerék van hajtva, igen, ugye? Persze. Hát nem éppen úthenger. Na jó, hát. Elfogyott a... El, azt hiszem a kakaó elfogyott. Kormányozni kell. Nagyon jó,
most lesznek problémái. Ja, göröngyösen. Tehát segít. Megfordítom radikálisan. Most fogy el lassan a spiritus belőle. Ülök ebbe a szarba. Én csináltam Európát is, tehát én jártam Európába is. De azért az egészen más, mint amikor csak úgy leszaladtam Rómába és kész. Tehát az más. Még nincs benne nyomás, ugye? Benne kell. Szervusz, haver! Kicsi csáli a teteje, de az a dolog. Az jó. De még mindig nem jutottam oda, hogy ezt a választ neki rendezett. Szörnyűre, így van ilyen. Ez katasztrófa. Ilyenkor üresbe megy a gép, visszállja valaga. Kávé, ha kész, szólják, főzött. Jó, majd. Az ébredésről kávé volják minden mennyiségét. Igen. Szoktam kávézni, gazdagom. Nem kéne a vérnyomásom véget, de hát... Lefigyel. Menjetek ki a picsába, üdösek vagytok. Igen, és akkor... Ez a terepasztaloska készült. Elég sokáig volt agyalás rajta, hogy legyen, mit legyen.
Egyébként állomástól, állomásig 9 métert megy a vonat. Nagyon szép. Amúgy ez meg csak 90 centiszer 1,90-es. Tehát nem nagyon. De van rajta keskeny nyomköz is. Az a libling. Az... Csoda. Jaj. Egy olyan teljesen működőképes dolog. Habár már most ugye, a kapcsolók is alul vannak, tehát most már nagyon régen nem játszottam vele, hogy gondolkozni kell rajta, hogy melyik gombot kell megnyomnom. Esetleg kell neki. Lesz. Habár ezek a kamerák, ezek már jók. Ezek nagyon. Hát a rávaló járműállomány meg itt van. De hogy én a modulrendszerrel nem barátkoztam meg teljesen, és itt meg nincs hova lépni tovább, nincs helyem. Nincs hol tartanom a modulelemeket, és ugye a modulozást elmondtam, és közben áttértem, mert hogy ez a vasút kevésnek bizonyult, és akkor áttértem a... Nagyon jó a háttér. Hát tökéletes. Az nagyon kell. De ez úgy van találva. Olyan mozdonyok még, amit 80-ban vettem az asszonynal való terepasztalra. Igen. Aztán van benne új is, van benne olyan is, amelyik olyan szóval árban van, hogy tökön szúrom magamat. Nekem, amikor ugye a magyar életben a Pikó volt a menő. Most kiment valaki NDK-ba, az egy aktatáska Pikóval érkezett vissza. Hát ilyen Fleischma, meg egyébként nem is hallottuk. Még hát a Merklin ismerted. A Merklin volt, de hát a Merklin az világ életében olyan volt. Igen, de... Jó. Tudod, a hülyeséghez nem kell messzire menni. Nem, de elég. BTTB? De... Nekem volt egy barátom, akkor láttam meg nála először, és érdekes, N-es méretben az úgynevezett Glaskastent, nem tudom, ismered-e azt a mozdonyt. Ez egy német mozdony volt, még a Wehrmacht is használta az alpesi dolgokban. Látták arra is. Nem, hát a mozgófilm azért mozgófilm, hogy mozogjon. Hátráfozom is. Már is jobban félsz. Ez egy lapos elemmel működött. Közben a motorjának valami baja lett, mert itt azért, ez a gyerekkoromban egy év. Igen. Ugye, hogy milyen érdekel kellett meg összerakni. Na, kettő között 40 év van. Mondom, hogy miért. Meg a hátuljáról. Jó. Én még, mert hogy világítás nem volt rajta, az egy dolog.